Jó napot kívánok mindenkinek! Sándor Péter vagyok, a mai Liget Park tematikus fórum moderátora. Az a feladatom, hogy segítsem elő a szakmailag hatékony tanácskozást, ezért a ráhangolás érdekében néhány gondolatot szeretnék elmondani az elején. Először is felolvasnék egy rövid hírt. A minap az egyik rádió a következőt mondta be a hírek között. Folytatódik a Persányi Miklós által életre hívott Liget Park Fórum csütörtökön. Az egyeztetést azért kezdeményezte a Liget Budapest projekt részét képező kert- és tájépítési feladatok miniszteri biztosa, hogy a Városliget park részeinek megújításában alkalmazzák a Liget használatában érintett, vagy azzal összefüggő szakértelemmel, feladattal, érdeklődéssel bíró érdekvédelmi, gazdasági és civil szervezetek, intézmények, szakmai közösségek véleményét és javaslatait. A miniszteri biztos a hónap elején levélben kérte fel a meghívott szervezeteket a Városliget fáiról szóló legfrissebb fakateszter áttekintésére. Hát magam sem tudtam volna jobban összefoglalni a mai fórumnak a feladatát. Nagyon röviden a mechanizmusról, ha megengedik. A Liget Park Fórum szeptemberben kezdődött egy általános fórummal, ahol biztos úr elmondta a feladatait, illetve a Garten Studio általánosságban elmondta a nyertes tájépítési programjának alapelveit, kereteit. Az akkori hozzászólások és az egyéb beérkezett javaslatok alapján biztos úr munkatársaival és az érintett szakemberekkel három tematikus fórumot fogalmazott meg, amelyet ebben az évben megrendezünk. Az első tematikus fórum ma van, mondjuk úgy, hogy a zöld és a kék ügyekkel foglalkozik, tehát a fával, vízzel. November végén lesz a közlekedéssel kapcsolatos tematikus fórum, és december elején pedig a Liget használati funkciókkal kapcsolatos fórum. Ebben az évben ez a három nagy fórum lesz. Ezt kiegészíti a tegnap megkezdődött a Garten Studio által minden érintett szervezetet, az összes itt lévő szervezetet is beleértve, mind a 130 valahány szervezetet felölelő tárgyalásos egyeztetések, tehát a Liget Park fórumot követő, kiegészítő tárgyalásos egyeztetések, ahol több órán keresztül egy adott területtel kapcsolatban, tegnap a vakok, gyengéllátók, látássérültek szervezeteivel volt egy 2,5 órás, 3 órás beszélgetés, ahol minden egyes részt alaposan végignéztek, és ez így folytatódik decemberben, tehát mindenki még egyszer legalább idén el tudja mondani nagyon részletesen az igényeit. Szeretnénk, ha ezt írásban is megtennék, erről majd még a mai alkalom végén beszélünk. Ezek a fórumok, a mai is és a következő kettő, arra szolgálnak, hogy az elején tájékoztassák önöket a szakemberek azokról a tényekről, adatokról, összefüggésekről, amely ezt a fajta tájépítési tervezést meghatározzák, elősegítik, és természetesen önök pedig itt elmondhatják a legfontosabb igényeiket, javaslataikat, amely az adott területre vonatkozik, ma tehát kizárólag a fa, zöld ügyek és a tó ügy van napirenden. Minden egyéb, ami közlekedéssel vagy egyéb dolgokkal kapcsolatos, az a novemberi, illetve a decemberi alkalomra marad. Mindenkit minden alkalomra meg fogunk hívni, tehát nincs szelektálás. Az jön el, aki akar, aki tud, aki ráér, és aki úgy gondolja, hogy erre időt tud szentelni. Tehát nagyjából ez az általános menetrend, és akkor én azért, hogy mi vár ránk ma az első részben, szeretném bemutatni és egyúttal üdvözölni az asztalnál ülő szakembereket. Ez majd a hozzászólás sorrendje is lesz, amit most elmondok, már mint az ő előadásaiké. Most egyőre nem így ülnek, de az üléssel önök nem kell, hogy törődjenek. Természetesen Persányi Miklós miniszteri biztos úr kezdi, tisztelettel üdvözlöm a mai alkalommal is. A zöld felületek, vízfelületek változásainak bemutatása
A Garten Studio részéről Szlosszár György vezető, tervező, ügyvezető igazgató úr, ugye ő az állandó főszereplője ennek a 4 alkalomnak szeptembertől decemberig, hiszen a Garten Studio győztes tervének a részletezése, megvalósításának a megbeszélése az állandó témánk és napirendünk. A zöld felület számítási metódus bemutatása Horváth Gábor projektigazgató úrra vár, aki az Óbuda Újlaki ZRT képviseletében van jelen. A Fakateszter jelenlegi állapot bemutatása idősfa ápolás a Főket Nonprofit ZRT Szaller Vilmos faállomány fejlesztési szakértő lesz az előadó és segítségünkre az adatok megismerésében. Összehasonlítás más budapesti parkokkal rövid, ám de nagyon fontos információt fog átadni nekünk Lipcsei Szabolcs úr, zöld felület fenntartási igazgató a Főket ZRT-től. Tájékoztatás a Városligetben az építési területeken található fák számáról. Sági Attila műszaki vezérigazgató helyettes úr a Városliget ZRT részéről. Fa átültetés bemutatása Korodi Oliver ügyvezető úr a Galapagos Zoo Kft. Részéről. Ez lenne tehát az első rész, és ezután rögtön a hozzászólások következnek, majd tartunk egy kis kávészünetet, és az utolsó rész, ami rövidebb lesz az elsőnél, ott a szakértői válaszok, illetve a miniszteri zárszó, a miniszteri biztosul zárszava fogja bezárni a programot. Terveink szerint 6 óra körül szeretnénk végezni, és a meghívótól eltérően nem választottuk külön a zöld és kék ügyeket, hanem egyszerre tárgyaljuk ezeket, mert kiderült számunkra, hogy ezek mégiscsak inkább jobban összefüggnek. Úgyhogy a meghívóval ellentétben nem így lesz ketté választva a programunk, hanem, ahogy az előbb említettem, ebben a tartalomban. Ennyit bevezetőül, és akkor felkérem miniszteri biztos urat, hogy tartsa meg bevezető szakmai előadását. Tisztelt megjelentek hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket a Liget Park Fórum mai összejövetelén, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Az itt levőket bemutatta már a mai esemény moderátora, és ha megengedik, azért egy kicsit emlékezzünk vissza az első fórumra, amelyet szeptember 21-én ugyanitt tartottunk, és akkor avval váltunk el, hogy a sok értékes hozzászólás nyomán alakítjuk majd ki a fórumsorozat további programjait, egy-egy nagyobb témacsoportra koncentrálva az érintettek és szakértők részvételével részletesebben is megbeszélünk valamennyi felvetődött kérdést. A mai napon, ahogy a meghívóban és az elmondottakban is látható, ugye a zöld felületek és a vízfelületek változásaira, tervezett változásaira fogunk koncentrálni. A javaslatok és az eddigi tapasztalatok alapján azt mondhatom, hogy talán ez a parkot érintő egyik legfontosabb kérdés, és az egyik legérzékenyebb kérdés is. Ez iránt nyilvánult meg eddig a legerőteljesebben a meghívottaknak és a közvéleménynek is a kíváncsisága. Azt, hogy ez a mai esemény, mint ahogy az előző is, átlátható legyen, ezt az biztosítja, hogy minden adat, minden tény, minden információ, de még az önök kérdései, észrevételei is, amelyek a Liget Park fórumok rendszerében felvetődnek, már is elérhető, és az is marad a világhálón. Hadd összek meg önökkel egy hírt, hogy már működik az a weblap, amelyen a miniszteri biztosi megbízatásommal kapcsolatos történéseket, dokumentumokat teszi követhetővé, elérhetővé bárki számára. Ezen már megtalálhatók többek között az első fórum anyagai, és fölkerülnek a következő fórumok, így a mainak az információi is. A webcím nem túl bonyolult, www.városligetpark.hu egybeírva, tehát városligetpark.hu. A transzparencia tehát adott, én magam pedig a mai alkalomtól valóban sokat várok. Azt remélem, hogy
ezen a fórumon, mint ahogy a többin is, a bemutatott tényekkel, számokkal, tervekkel előbb-utóbb objektív alapra helyeződnek a parkkal kapcsolatos viták. Bizonyára maradnak viták ezek után, a fórumok után is, miért is ne maradnának, de a jövőben talán kevésbé fognak puszta érzelmek ütközni egymással, és még kevésbé fognak érzelmek és félreismert tények egymással szembesülni. Nem félek a legérzékenyebb ügyekről beszélni, tehát az első tematikus fórumon éppen egy olyan ügyet választottam ki, ami iránt a legnagyobbnak látszott az érdeklődés, amiről a legtöbbet írt a sajtó, és hát ami valóban a legérzékenyebbek közé sorolható. Azt szeretném, ha a mai napon végre tiszta vizet öntenénk a pohárba a park fontos dolgaiban. És most itt van a lehetőség érdemi szakmai beszélgetésre, a félmondatos utcai vitatkozások és az egyoldalú sajtónyilatkozatokhoz képest. A mai fórumunk első részében, ahogy tetszettek hallani, szakértők mondják el azt, hogy végül is mi az, ami történik, szerintük mi a valóságos helyzet, és hogyan jutottak erre a következtetésre, vagyis mi az ő számításaiknak a módszertana. Aki pedig nem ért egyet ezzel a módszertannal, az ugyanitt elmondhatja, hogyha szerinte valamelyik szakértő tévedett, és felhozhatja erről a saját érveit. Jó magam egyébként 10 hete, amikor hivatalba kerültem, először én is azt kértem, hogy nekem is mutassák be a tervezett változásokat, mégpedig ne a megszokott módon, hanem a saját szempontjaim szerint. Ennek alapján készítsenek el kimutatásokat, számításokat arról, hogy mi a valóságos helyzet, és mi az, ami várható. Elég sokat kérdeztem, úgyhogy az ezzel foglalkozó szakértők, akár a Városliget ZRT-ben, akár más tervező, mérnöki közösségekben, hát talán már sokan lották is ezeket, de mire a ma látható kép összeállt, úgy vélem, hogy én magam is világosabban látok, és szeretném, hogyha mindenki világosabban látna, és szeretném ebbe a képbe önöket is beavatni. Nyilván először arról hallunk majd, hogy mi is történik a tervek szerint a zöld felületekkel, és közöttük a vízfelületekkel is a Városligetben. Hol lesz ezekből kevesebb, hol lesz több. Aztán arról, hogy hogy is áll ez a fakataszter ügy, amelyről annyi heves vita zajlott még az év elején is. Szeretném, ha egyértelművé és világossá lenne önök előtt az a módszer, ahogyan a Városligeti fakataszter készült, és amely fakataszter mostani változatában jelenleg véglegesítés alatt áll. A 2 évvel korábbi verziót érték a bírálatok, és idén elkészült egy új fakataszter, és ez egy negyed éve elérhető a világhálón a Városliget ZRT honlapján. Ennek a véglegesítéséhez közel egy hónapja levélben kértem az önök észrevételeit is, kiegészítéseket, felvetéseket, az esetleges hibákra való rámutatást, továbbá a sajton keresztül felkértem a szélesebb közvéleményt is, ugyanis bárki tehetett, és még pár napig tehet is ehhez észrevételt. Azt gondolom, hogy ennyi idő után és ekkora átláthatóság mellett talán a következő napok után nem maradhat kétely a fakataszternek, sem a módszertani, sem a tartalmi kérdéseiben. Remélem, hogy a liget fáiról, a liget fáinak a számáról, az elhelyezkedéséről, a fajáról, a fajtájáról, a változatáról, az egészségügyi állapotáról körüli vitákat pár héten belül egyszer és mindenkorra le tudjuk zárni. Jól lehet, egy parknak a faállománya az egy dinamikusan változó valami, de egy adott állapot rögzíthető, és az eredmény mindenki számára meggyőző és hiteles lesz. És még egyszer hangsúlyozom, minden beérkezett érdemi észrevételt figyelembe fognak venni a fák ügyeit legjobban ismerő kertmérnökök, akik egyébként
itt ülnek legjobb erőikkel mellettem. Ugye a fákról, mint központi kérdésről azért a kataszteren, a leltáron túl különböző szempontokból több szakértő is szólni fog ma, sőt megmutatják azt is, hogy hogyan kell elképzelni, kifejlett, meglett fáknak a megfelelő minőségű életben maradásukat biztosító átültetését. Nem kevésbé szeretném azt, hogyha a mai napon végleges képet kapnánk arról, hogy a zöld felület számítást a Városligetben milyen módszertannal végzik. Korábban én is meglehetős értetlenséggel néztem a 10%-ok körül gerjesztett számháborút. Amikor arról van szó, hogy a terület használatának változnak a módjai, beszélhetünk ugyan a százalékokról, de az emberek a fák lombja alá akarnak állni, nem százalék lábak alá, és nem arányokra akarnak majd letelepedni a parkban, hanem a pázsitra mondjuk. Végül is az a kulcskérdés, hogy abszolút mértékben, négyzetméterben több lesz, vagy kevesebb lesz-e a rendes gyep, fa, bokor, játszótér összessége, vagyis a teljes értékű zöld felület, vagy pedig kevesebb. Hogy nagyobb lesz-e, vagy kisebb lesz-e az állandó vízfelület. Hogy nagyobb lesz-e, vagy kisebb lesz-e a kővel, aszfalttal, betonnal leburkolt terület, vagy pedig kevesebb. Hogy nagyobb vagy kisebb lesz-e a beépített terület, vagyis az a terület, amelyen házak, építmények állnak. És ha lesz változás, akkor ez a változás mekkora lesz négyzetméterben. Persze százalékok is szükségesek a hatósági folyamatokhoz, és engedélyezésekhez, és hasonlókhoz, de arról nem lehet sokat vitatkozni, ha valami mondjuk most 7000 négyzetméter, de majd 45000 lesz, akkor ez most többe vagy kevesebbe. Meg kell mérni, ki kell vonni a tervezett állapotból a kiinduló állapotot, és rögtön meg lehet mondani, hogy a különbség hol pozitív és hol negatív. A fórum sorozat, amint önök előtt is ismert, ma ezzel a témával foglalkozik, és nyilván erre, ahogy elhangzott, nagyon sok szervezetet hívtunk meg, akinek a téma fontos, az itt van, és nyilván szeretne információkhoz jutni, és szeretne hozzászólni ehhez a tárgykörhöz is. De arról is tájékoztatnom kell önöket, hogy ennek a párbeszédnek szigorú, írott szabályai is vannak, amelyeket a Garten Stúdiót szerződésében kötik, és ezek a szabályok a környezettudatos építést minősítő rendszer, az angol BREEAM minősítés szempontjai szerint vannak meghatározva, amely a társadalmi vélemények fogadásának a rendjét is rögzíti. Ez a világon az egyik legismertebb, de egyben az egyik legalaposabb követelményrendszer. Ez kitér a vélemények dokumentálására és arra, hogy ennek a párbeszédnek a végleges tervek megvitatásáig és véglegesítéséig folyamatosnak kell lennie. Vagy például ezt a zöld minősítési rendszert az is meghatározza, hogyan kell azt tervezőnek visszacsatolnia a beérkezett véleményekre, és hogy végig átláthatóan és nyilvánosan kell a vitáknak zajlania. Ez a társadalmi párbeszéd a Liget Park Fórum és a BREEAM rendszer keretében nem csak ezen a nagy fórumon zajlik tehát, ahogy az előbb is elhangzott, hanem nagy számú, egyedi, egyes témákról szóló, szűkebb körű szakértői egyeztetéseken. Ezek már, már az elmúlt napokban megkezdődtek, és folytatódnak a következő hetekben, és majd ügyvezető úr arról is szívesen ad információt, hogyan lehet ezeken részt venni, ha valaki szeretne, és az egyeztetések jegyzőkönyvei természetesen a világhálón is követhetőek lesznek. De ezeket előre bocsájtva, szeretnénk a mai témánkkal kapcsolatban meghallgatni az önök javaslatait, a park iránt megfogalmazott igényeit. Az a célom, hogy ezekből minél több épülhessen majd be a végleges tervekbe, és szolgálhasson minél több liget használó embert és liget használó közösséget. Ugye a fórum első része
tehát az információknak a megosztása, átadása, nyilvánossátétele, egyértelmű tiszta víz öntése a pohárba. Majd ezután ugye a tisztelt jelenlévők számára nyílik szabad tér kérdezésre, bírálatra, észrevételre. Végül pedig majd ezekre próbálnak megfelelően válaszokat adni a szakértők. Mindezek előtt kérem, hogy azt is engedjék meg, hogy én is vetítsek néhány képet, és főként néhány számot, adatot, diagramot, avval a céllal, hogy a találgatások és félreértelmezések, tévhitek és gyanakvások helyett ezzel is mindinkább objektív alapra próbáljam terelni a diskurzust. Amint említettem, a hivatalba kerülésemkor legelőször azt kértem, hogy a saját szempontjaim szerint készítsék el a számításokat, összehasonlításokat. Megmutatom azt is, hogy mire jutottak ennek nyomán a mérnökök, és én mire jutottam velük. Az egyik, amit megtanultam, hogy ez egy folyamat, amely folyamatban nincs állandóság ugyan, de azért a nagy léptékek nem tudnak változni. Tehát amiket mutatok, ezek az több mint egy hónappal ezelőtti adatok, amelyeket azóta tovább pontosítottak, hiszen elkészültek olyan tervek, amelyeket rá lehetett vetíteni az alaprajzokra, és nem feltétlen lesz tizedes pontokban azonosság az általam elmondandó és a később megnyilvánuló mérnökök között, de a nagyságrendi tendenciák egyértelműen érzékelhetők lesznek. Tehát, ugye, hát néhány ugye, szép képet itten mostan látunk a hátam mögött, ezt én ástam ki valahonnan egy idilli hangulat a régi Városligetről, és hát ha most a, jól idézem, ez Zilinszky híd, ugye ennek a Városligetet, a Hősök tere vonalában keresztül szelő Kóskároly sétányra felvezető évszázados hídnak a környékére pillantunk, akkor hát ugye látjuk, hogy ez a szegény fa, ez hát nem a legjobb állapotban van, még taplógombája is van, a ágrendszerén lehet látni azt a kis zöld pár levelet, amelyik valamelyik ágvégen még éppen működik. Hát igazából jó néhány ilyen fa van a Városligetben, ez biztos. Hát ez is egy fa, és a fakataszterben ez is szerepel. Aztán van olyan fa, ami nem biztos, hogy szerepel, tetszik látni ugyanennek a hídnak a másik oldalán, ugye az előbbi bal oldalt volt, ha Szandrási út mögöttünk van, a jobb oldalon, az az ecet fa, amelyikből hát ugye éppen sarjadzik fel egy akár 20 méter magasságú invázív fafaj. Ez nem biztos, hogy benne van a fakataszterben, hiszen 10 cm alatti a törzs átmérője. Tehát fa ilyen is van, meg olyan is. Ha megtetszenek nézni, ezek a képek az állatkertben készültek. Én biológus vagyok, nem kertész, nekem minden fa, de hogy pontosan ez milyen is, ezt majd a Szaller Vilmos úr elmondja, hogy a szabályos, szabatos kertészeti nyilvántartásban mi rögzíti az, hogy mi is tekinthető fának. Kértem, hogy mutassák nekem azt be, hogy honnan indulunk a Városligetben, és hová akarunk jutni. Ezen a rajzon azt tetszenek látni, hogy hol állnak a Városligetben épületek, hol vannak jelenleg zöld területek, és hol vannak leburkolt felületek. A leburkolt felületek, ugye ez a zöld mező az, ami a Városliget telke. Ezen most fehéren látszódnak a leburkolt területek, de az épületeknél ugye maguk a háznak minősülő épületek ilyen sötétebb szürkék, a kicsit világosabb szürkék az ugyancsak leburkolt, de az épülethez tartozó területeket jelzik. Ugye minden jelentős épület felismerhető a képen. Lehet látni a közlekedési múzeumot, a Petőfi csarnok tömbjét, az Olof Palme házat, a főkert,
bázis épületeit ilyen elkerített, nem szabadon bejárható területként a sportpályát, illetve a vakok kertjét. Itt az ominózus Hungexpo terület, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, a műjégpálya, a műcsarnok, a Szépművészeti Múzeum, a Széchenyi fürdő és a sok kis pötty, ugye az úgynevezett mésejt pavilonok sokasága, és hát néhány kisebb épület még elszórva szanaszét található a ligetben, egy nagyobb tömb, ez a szintén egy másik főkert telephely, és ez pedig a sörsátor helyszíne a felmérés idején, ami a jelenlegi napokban már nem található fel. Magyarán elbontásra került. Na most? Nem tudom, hova kéne. Ugye itt látjuk az elmúlt alkalomban alaposabban bemutatott Gartenféle tervlapot, amely ugye a jövendő állapotokat tükrözi, de ha ezt lecsupaszítjuk, és hát ezt kérésemre lecsupaszították, talán sikerül valami eszközt meggyőzni, hogy hová mutassak? Igen, nem, ez nem a jó irány. Aha, hogy mi lesz a tervezett állapot a Városligetben? Ugye a tervezett állapotban egyrészt eltűnnek egyes helyekről épületek, másrészt meglévő épületek változnak meg, ugye innen eltűnik a közlekedési múzeum tömbjének ez a szegmense, erre felé bővül. A Petőfi csarnok helyén az új Nemzeti Galéria, a Hungexpo pavilonok tömbje helyére a Magyar Zeneháza, a Dózsa György út melletti 56-osok terére az új Néprajzi Múzeum és az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa György út sarkára jelenleg ilyen autóparkolóként használt területre kerül az új Városligeti Színház, és van itt még egy úgynevezett liget üzemeltetés és parkfenntartási központ a terven, a mostani egyik főkerttelep helyén. Aha. Azt is kértem, hogy a két alaprajzot vetítsék számomra egymásra, mutassák meg, hogy hol keletkeznek új zöld felületek, ha ezek valóban keletkeznek, a régi épületeknek mi a viszonya az új épületekhez, és honnan tűnnek el korábban leburkolt területek. Ugye ez az ábra ezt mutatja be, mutatja az épület változásait a közlekedési múzeumnál, ugye a Petőfi csarnoknál, ahol az új épület kontúrjait ez a furcsa sokszög mutatja be a mostani állapothoz képest, a Magyar Zeneházánál, illetve Néprajzi Múzeumnál és a Városligeti Színháznál. És hát az eltűnő épületek közé lehet sorolni a sörsátrat és a jelenlegi főkert pavilont, meg a Hungexpo épületei közül egyet mást. Hát gyakorlatilag ez az, ami épület oldalról változik. Ami zöld felület oldalról változik, tetszenek látni ezeket a jelenleg betonnal, aszfalttal leburkolt, vagy nagy sétányoknak a változásait, amelyek helyére zöld felület kerül, illetve hát hasonló zöld, különböző értékű zöld felületeket itt egymás mellett, mert hát zöld felületek között is van különbség, vannak teljes értékű és nem teljes értékű zöld felületek. De én még ezzel sem értem be, és azt kértem, hogy mutassák meg azért nekem ennek a számait is. Ugye, mire is vonatkoznak a számok? A Városligeti építési szabályzatban van egy úgynevezett Z6-os övezet, amelyik a Hősök terének a térségét kiveszi ebből a zónából, tehát sem a Szépművészeti Múzeumot, sem a műcsarnokot, a körülöttük lévő zöld felületeket, sem a Hősök terét nem számolják ebbe a térségbe.
hozzá lehetne adni négyzetméterbe, semmi nem történik, mert ezeknél lényegében sem pozitív, sem negatív változások nem lesznek. De hát hogy is állnak a számok? Ugye itt vannak a kiinduló állapotok, és hát a színeknek jelentése van. Ugye szürke színű ezen az ábrán a beépített épület, a jelenlegi parkban a térszint felett, az 56-osok terén a térszint felett, a burkolt felület, és a burkolt felülethez kértem számítani a műjégpálya területét, hiszen azon nincs egész éves vízborítottság. És hát ez olyan felület, amin aszfalt, beton, meg minden egyéb olyan dolog van, ahol bizonyosan nem nőhet se fű, se fa. Ugye az állandó vízfelület is egy érdekes paraméter. Az állandó vízfelület az, ahol egész évben víz van jelenleg a Városligeti tóban. Teljes értékű zöld felület az, ahol ugye majd elhangzik, hogy mi is az pontosan, de a lényeg az az, hogy ahol a növény és a növénynek a gyökérzete és a föld méhe között nincsen semmiféle emberi alkotmány, mondjuk így. Ez teljesen jogszerűtlen, szakszerűtlen, de nagyjából erről van szó. Létezik a térszíni zöldtető, és hát ebből is van a területen jelenleg 1176 vagy 1100 körüli négyzetméter. Összességében ez a telek darab, ez egy ekkora 911 ezer négyzetméter, nem egészen 1 millió négyzetméternyi terület ez az ominózus Z6-os övezet. De hát ha megtetszenek az adatokat jegyezni, nem fontos, hogy megjegyezzük őket, hiszen majd mutatom őket összehasonlításban is. Milyen a tervezett állapot? Ugyanezek az adatok számítanak ide, ugyanígy a beépítettség, amelyik ugye 30, szóval a két állapotot, ha egymás mellé tesszük, akkor tetszenek látni az esetleges differenciákat. Adok egy kis időt a megfigyelésre, és a következő szlájdon ezeknek a különbsége látható majd. Tehát ez a változás. Változásból az szűrhető le, hogy a jelenlegi park területen, tehát amiben nincsen a Városliget telkében benne az 56-osok tere, a jelenlegi park területen növekszik az épületek mérete 2500 körüli négyzetméterrel. Az 56-osok terén jelentősen nő a beépítettség, ott keletkezik egy 13.000 plusz négyzetméteres épület. Ugye ez a földfelszín feletti épületek. A burkolt felületek léptéke 74.000 négyzetméterre lesz kisebb. Az állandó vízfelület ezek szerint, az adatok szerint, ugye ezek egy hónappal ezelőtti adatok, időközben a parktervezés is mozgott valamennyit, és a mérések tovább folytatódtak, de ebben az adat táblában, az egy hónappal ezelőttiben, közel 38.000 négyzetméterrel nagyobb az állandó vízfelület. Ebben benne van a Városligeti tó átrendezése és kibővítése miatti növekmény, és ugyancsak benne van a parknak egy másik pontján létesülő új mesterséges tó. A teljes értékű zöld felület, tehát ebben nincs beleszámítva se a zöldtető, nincs beleszámítva a tó, se az állandó, se az ideig, semmi nincs bele. Ez csak a teljes értékű zöld felület. Ennek a léptéke ezek szerint, az adatok szerint, ugye egy hónappal ezelőtti állapothoz képest,
közel 11.500 négyzetméterrel lesz nagyobb. Ugye feketével a növekmények látszódnak, és hát fehérrel a csökkenmények. És hogyha valaki kérdezi, hogy minek a rovására csökken a zöld felület, akkor mindjárt látható, hogy elsődlegesen a burkolt felületek rovására történik ez, mint ahogy a térszíni zöldtetőknek a növekedése is ebből a tartalékból adatik. Hogyha ugyanezt szeretnénk kicsit vizualizálni, akkor ha megnézzük a jelenlegi terület használat diagramját a Városligetben, ugye zölddel látható a teljes értékű zöld felület, pirossal a beépített területnek a léptéke, szürkével a leburkolt felület, és kékkel az állandó vízfelület. És hát itt ezen a jelenlegi állapotban ugye nullával látszik a beépítettség az 56-osok terén, hiszen jelenleg ott nem áll épület. Következő ábra azt mutatja, hogy milyen a tervezett állapot, tehát így mozdulnak el az arányok. A teljes értékű zöld felületnek látszik ez a növekménye, látszik a hatalmas csökkenés a leburkolt felületekben, látszik a beépítettség az 56-osok terén, ugye megjelenik 13.390 négyzetméterrel, és látható a térszíni zöldtetők megjelenése ebben a statisztikában. Tehát ha nézzük a változásokat, akkor nagyjából, és talán ez a grafikon az arányok miatt érdekes, az egész park léptékéhez képest a beépítettség térszín felett, tehát így változik a Városligetben. A burkolt felületek így változnak. Ugye a színek is érzékeltetik, azt hiszem kékkel jelöltem a növekményt, és majd valami másik színnel a csökkenést. Ugye itt van a... Nem. Szóval nem, itt a színeket még nem veszettem át. Tehát az állandó vízfelületeknél is látható ez a meglehetősen drasztikus arányváltozás, de hát a teljes parkhoz képest az nyilván egy kicsit kevesebb. Ugye a teljes értékű zöld felület változása ezen a grafikonon követhető. A zöldtetők, ugye a zöld felületeken belül a zöldtetők változása az nagyjából egy ekkora mértéket képvisel. És hogyha össze akarjuk vetni a két állapotot, akkor ezen az oszlop diagramon látható a legjobban. Az első zöld oszlop a teljes értékű zöld felület változását mutatja be. Állandó vízfelület változása a kék oszlopokon látható, a térszíni zöld tetők, ugye ezen a másik világosabb zöld állapotban, ugye ez az első három az, amelyik a zöld felület számításba, zöld felületként beszámítható egy zöld terület esetében, amilyen a Városliget. A leburkolt felület műegestől, utastól, sétányostól, 56-osok terével és minden egyébbel egyetemben láthatóan egy jelentős csökkenésben van. A beépítettség a jelenlegi parkban azon a piros, kétféle pirosban mutatkozik, és az 56-osok terén pedig ugye megjelenik egy a park arányaihoz képest látható, milyen léptékű nagyságban. Nos, hölgyeim és uram, ez az, amit én kaptam a szakértőktől, és a következőkben ugye sok mindenről fognak a szakértők beszélni, először a fákról, és utána pedig a zöld felületekről. Úgyhogy átadom a szót az utánam következőknek.
Akkor következik Szlosszer György úr, a zöld felületekkel kapcsolatban megtartja az előadását. Felkészül Horváth Gábor úr, és a jelenlévőket arra biztatom, hogyha lassan-lassan eldönteni tervezik, hogy hozzászólnának, akkor valahogy nyugodtan juttassák ide előre, és én néha ide előre szaladok, és elkérem a papírokat, jó? Nyugodtan küldje mindenki a hozzászólási jegyet.